sebi krese. Megkezd belük. Ez lesz így a jó. Érdekes ez így látni. Már nekik lesz érdekes így látni. Hát majd azt akarom lefotózni. Mit? Hát a szörnyebbik részt. Ott ne hagytuk. De a fenét, majd most megyünk oda. Akad még biztos. Egyébként körbe így néz ki Szarajevo is. Bocsánat, Skopje. Na jó, de ott előtte volt egy elég komoly háború. Háború után persze. Skopje is nagyon... Mikor bementem, azt a dzsuvát, ami ott van. De mondjuk hát avval együtt elfogadtam, mert ismerem, én szeretem tovább. Meg hát... Meg az más. Van az a mi szennyünk. Soha nem, az nagyon érdekes ország. Ott, ha szépet is építenek az én szemembe, az már egy maradék, már egy rossz konstrukció. Talán a bizánci stílusok miatt, tudod? Tehát ezért jó a turistának, mert itt van, ott van, látja ezt, látja azt. De nem kell ott menni, így van. És akkor hazamegy, és akkor kezdenek megszépülni a dolgok. Akkor már igen, akkor megint más szemmel látja az otthoni világot. Na például ilyen pagodát sehol nem lát, csak itt. Azban így se látom, mert olyan köd van, meg olyan smoke, hogy a Kerepesi úton is van ilyen pagoda, úgyhogy mindegy. Hát most, de ha egyszer tudjunk lefotózom, hát hadd legyen meg. Nem magam meg. Ja. Meg tudom nézni a Google-ba is, hogy van ilyen. Ráadásul az nem ilyen homályos a füst miatt, mert az nem is életszerű. Uh-huh. Nem? Igen. Viszont erre még mintha nem jár.
majd ilyen szállod előtt megállunk, aztán bejövünk. Nincs messze sétálva. Nincs. Ez azért mondtam, hogy ez egy teljesen jó útice. Igen, dolog is. Nem ilyen rohadt kör. Ez nem kör, ez füst. Hát, jó. Megkerestem Kínának a honlapját, és ott az elő időjárás, és akkor mondta, hogy Peking az napos, párás, ködös, ez meg füst, és csak ezzel egyetlen egy város, ami füst. Csinálják a tetejét, az milyen? Ott áll a teteje 3 vagy 4 buki. Uh-huh. Egy dolgozik, 4 néz. Uh-huh. Hát ez a... Na csak vigyázz, hogy ne a víztől izé. Igen. Ma én is rájöttem, hogy nem én nem látok, hanem szaladik. Márhogy... Azért van, mert ők a 2 pont közti legrövidebb távolságon hajlandóak csak közlekedni. Három darab turista van ezen a akárhol.